Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, 2022. december 20-a van, és néhány cikket szeretnék megmutatni ezúttal a lapos földdel kapcsolatban. Nem nagyon akarok már ezzel foglalkozni, de most így összejött ez a néhány dolog, és úgy gondoltam, hogy érdekes azok számára, akiknek esetleg ez dilemmát okoz, hogy hogy is élünk, hol is élünk, talán elgondolkozik ezen, az is, aki esetleg nevetségesnek tartja elsőre ezt az ötletet, mint ahogy én is gondoltam azt évekkel ezelőtt. Mielőtt belevágnánk, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon, ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A lapos földről lesz tehát szó, a föld görbületéről, milyen magasról láthatjuk az, mi az, amit láthatunk, milyen messze látunk el, hogyan lehet ezt kiszámolni. Úgyhogy akit ez érdekel, annak ez a néhány perc valószínűleg hasznos lesz. A híradó egy cikkével szeretném kezdeni, ez a cikk egy New Yorki felhőkarcolóról szól, 2022. szeptember 21-én írták. A föld görbülete is látszik az ablakból, eladásra kínálják a világ legmagasabban fekvő ingatlanát. Eladásra kínálják a világ legmagasabban, közel 431 méter magasan fekvő ingatlanját, ez egy lakás feltételezemény, New Yorkban található penthouse közel 250 millió dollárért lehet megvásárolni. Az ingatlan a New Yorki Central Park Tower-nek a legfelső emeletén található. Az ingatlan fejlesztők hisznek abban, hogy ekkora összegért is el tudják adni a három emeleten elterülő penthouse. Ryan Serhant broker szerint, broker szerint ez egy kristály ékszer doboz az égben, két szobás ingatlanban hatalmas lépcső köti össze a három emeletet, a padlóton mennyezetig érő ablakok pedig egyedülálló panorámát biztosítanak a városra, ami kétségtelenül lenyűgöző látvány lehet, ez maga az épület és feltételez, amit valahol a teteje körül lehet, az a penthouse, amelyikről szó van, ugye, hogy opa, itt talán jobban látszik, ez ugyanaz az épület itt középen, csak rá, ez a Central Parkra néz, ennél nem is lehet jobb helyen New Yorkban. Ebben eladó, tehát ez a 7 szobás penthouse, a 400, 431 méterrel a föld felszíne felett, ahonnan állítólag látszik még a föld görbülete is, azt mondja a broker, hogy elképzelem, hogy olyan érzés, mint amit a hegymászók éreznek, mikor egy hegycsúcs tetején állnak. Néhány képet megmutatok a The Wall Street Journal-ból, ez belül a lépcső, ami az emeleteket köti össze a penthouse-ban. Azután egy panoráma felvétel az ablakból, vagy erkéről, nem tudom, hogy pontosan honnan. Belül 17.500 négyzet láb, ami... Ugye egy láb az harmada a méternek, ebből vissza lehet ezt számolgatni szépen. Ja, bocsánat, ez lesz akkor a panoráma kép az emeletről. Egyébként milliárdos sornak hívják azokat az épületeket, amelyek itt meghúzódnak ezen a területén, a Central Parknak. Ez egy közös terület ebben a Central Park Towerben. Van egy mozi egyébként, saját mozia ennek az épületnek. Itt lehet a lakóknak egy medence, pihenőövezet kint a torony lábánál. Századik emeleten található egy privát klub, amiről néhány kép ha jól látom, illetve ez a környező pihenő és lakóövezet. Ez itt földtudomány.narchive.hu, ami híreket tartalmazó archívum, és ez a bejegyzés 7 évvel ezelőtt készült. Azt szeretném megkérdezni, hogy a föld felszínétől milyen távolságban látható a görbülete, milyen réteg ez a légkör. Ez a szemettől függ, írja a választ, ez a karakter. Tavaly nyáron tudományos körutazáson vettem részt a földközi tengeren, két képet készítettem egy távoli hajóról. Néhány másodpercen belül az egyiket a hajó legalsó fedélzetéről baloldali kép, a másikat a legmagasabb megfigyelő emelvényünkről, ez pedig a jobb oldalon található, 16 méterrel magasabb. Bal oldalon tehát a fedélzetről, jobb oldalon pedig 16 méterrel magasabbról készült a felvétel, néhány másodperc az eltérés egy távoli hajó 6 méterre és 22 méterre a tenger felszíne felett. Ez a hajó körülbelül 30 kilométerre volt, ugye attól, ahol a felvétel készült, 30-szoros optikai zoom kamerával. A csónaknak azt a részét, amely a bal oldali képen hiányzik, a föld kvázi gömb alakja rejti el valójában, ha tudná a csónak méretét, távolságát, arra következtetnénk, abból ki lehetne számolni a föld sugarát. Taglalja aztán később, hogy 290 méter tengerszint feletti magasságból már 60 kilométert láthat az ember, a horizont 60 kilométerrel arrébb van. Majd áttér egy dologra, amit meg fogunk beszélni mi is, ez a Félix Baumgartner ugrás 2012-ből, ha jól emlékszem, és azt mondja, hogy Félix Baumgartner nagyjából megduplázta ezt a számot, ugye 10.000 méterrel tengerszint felett, 357 km távolságra lehet látni, ennek a duplája volt Félix, Baumgartneré, de a hírekben közölt képek nagyon széles látószöggel készültek, így a föld látszólagos görbülete a kamerának csupán az illúziója, nem az, amit Félix Baumgartner valójában látott. Itt van ez a, első, ez a kezdő felvétel a Félix Baumgartner ugrásról, ugye teljesen abszurd az, amit látunk, hiszen sehol nincs ekkora görbület, ilyen távolságból úgyhogy hogy csak szárazföld legyen, de ez csak az egyik probléma ezzel. Ugye, nem tudom, hogy ezt erre emlékszik-e bárkér, a Red Bull Stratos dologra, ahogy is ő kiugrott innen 30-40 ezer méter magasságból, és ugye ilyen állítólag onnan a görbület, most néhány, beletekerek néhány, csak hogy lássa mindenki, ugye persze elmondja, hogy csodálatos, blablabla, bla, bla, milyen szép a föld, meg ezek a dolgok, és egyértelmű ugye az optikának a, az illúzió, és én nem is azt akarom demonstrálni most, hogy ez egy optikai illúzió, ez csak világos mindenki számára, akinek van szeme, hogy, hogy ez nem a valóság. Azonban, hogy honnan látszik a görbület, hallgassuk meg Neil deGrasse Tyson-t, hogy mi az, amit ő mond erről az ugrásról, illetve arról, hogy milyen magasságból látható a földnek a görbülete. And that dude who jumped out of a perfectly good balloon, what's his name? Felix! Felix Baumgartner. Felix Baumgartnerről beszél, aki kiugrott ebből a ballomból. Uh, he would have been about two millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. Szóval még ő is nevetségesnek találja, hogy ezt a, az űr szélének hívő két milliméterre lett volna egy képzeletbeli ilyen vallon fölött, nyilván arányosan. Now, you know, I don't, it's, he wants to, I don't have a problem if he does it, but azt mondja, hogy az őszintessége nagyban csökken, hogy azt mondja, hogy ez a, ez a föld az űrnek a széle. Szóval ez egy hazugság magyarul ezt mondja. Az átverték az embereket, az őszintesége csökken ahhoz képest, amit az emberek gondoltak erről. Szóval átvertek mindenkit ezzel az ugrással, mint ahogy oly sokszor már azt tették a történelem során. Érted, ő az, aki ezt mondja, nem én mondom, hanem Neil deGrasse Tyson. És egy széles látószögű objektívvel vették föl, szóval nem csak, hogy hazudtak, meg valótlanságot állítottak, de még egy optikai illúziót is alkalmaztak, hogy elhitessék az emberekkel

Szóval mikor fog már végre az embereknek leesni az, hogy egy utasszállítógéppől nem lehet látni a Földnek a görbületét? Hiába is magyarázzák. Itt van, elmondja, világosan elmondta, hogy nem lehet látni. Szóval, hiába mondja nekem bárki, hogy én egy őrült vagyok, meg összeesküvés hívő vagy akármi, hogyha egyszer nem lehet látni, akkor nem lehet látni, és kész. Nem én vagyok az, aki mondja, hanem az astrofizikus. That stuff is flat. Lapos. That stuff is flat. That stuff is flat. Azt állítom, hogy Neil deGrasse Tyson azt mondja, hogy a föld lapos. Nem, egyáltalán nem mondom, hogy ő azt állítja. Nyilván itt másra utalt, de burkoltan szerintem egyértelműen elmondta, hogy mi az igazság, mint ahogy az összes szabadkőműves beleértve őt is Tisztában van azzal, hogy az épület, amiben élünk a Föld, az nem egy gömb. A szabadkőműves erre utal a szabadkőműves, a kőműves épít házakat. Szóval az első, az alaptézise a szabadkőművességnek az, hogy ők egy ponton túl tisztában kell, hogy legyenek, hogy mi az a ház, ahol mi élünk. Erre utal maga a név is, ez nem rakétatudomány szerintem a föld ezen látszólagos görbülete visszatérvén a cikkhez, ugye a Földtudomány.hu-n, a föld látszólagos görbülete leginkább a fényképezőgép nagylátószögű objektívének az eredménye nem pedig Félix Baumgartner ezt nem látta akkor ott. Tovább folytatja itt egy másik bejegyzés, a föld görbületét ábrázolni hivatott fényképek mindig gyanúsak, mert gyakorlatilag minden kamera lencséje torzító hatástól szenvedő képet mutat, vagy vetít, vagy vesz fel. Ugye ez a fordítás angolból szól, sajnálom, hogy ilyen furcsa. Ezt a következő számítást bárki letöltheti a nimbus.elte.hu per Excel címről, hogy most ki, hogy, mit csinálta, azt nem tudom, az kétségtelen, hogy ott van, az elte.hu weboldalán, az archívumban, a föld görbületéről szól, itt van az első feladat, ahol megmutatják azt, ami szerintem jól látható az ábrán, hogyha P1 pontból nézzük P2 pont felé, akkor mennyivel magasabbra lát ez az, az ember, aki P1 pontban van P2 fölé. Ugye húzunk egy érintőt a kör kerületére, ami ugye a gömbnek a keresztmetszete, és akkor láthatjuk, hogy ennyivel magasabban van az a látómező, az a vízintes sík H-magasságban. Ha lemérjük a kettő pontnak a távolságát, ami az S itt, akkor van egy konstans, ez a 0,28 század, azzal megszorozzuk a távolságot, és megkapjuk a H-magasságot. Azt szeretnénk megtudni, hogy a Föld felszínén levő H1, illetve H2 magasságú tárgyak legfelső pontjai mekkora távolságról látják még éppen egymást, azt az alábbi képlettel lehet egyszerűen kiszámolni. Mely az az S távolság, ahonnan még éppen látják egymást? Ami egész véletlenül tökéletesen idevág nekünk ehhez a képhez, amiről azt mondta, hogy 30 kilométerre volt egymástól ez a két hajó, és még ő ennyit látott a másik hajóból 22 méterről. Ami azt jelenti, hogy 22 méter az a H1, az egyik H, ezen a jobb oldali képen, 6 a másikon, és 30 km a távolság. Ami egész véletlenül tökéletesen idevág nekünk. Ugyanis 30 kilométerről ennyit látunk ebből a hajóból, úgyhogy H1 az 6 méter, vagy H1 az 22 méter. Vajon látható-e ennyi ebből a konténer szállító hajóból, hogyha alkalmazzuk ezt az egyenletet, amit találtunk ezen az ELTE honlapon. H1, tehát 6 méter, mert azt mondja, hogy 6 méter magasról látta azt a hajót. A távolságot tudjuk, hogy az 30 km, és ennyi látszott belőle, h 2 pedig valahogy ki kellene nyomoznunk, hogy milyen magas is lehet egy ilyen hajó. Most fogadjuk el, hogy ez egy konténer hajó, és én nem vagyok konténer hajó specialista, de itt van a CMA CGM Jacques Saadé, ez a legnagyobb, az egyik legnagyobb ilyen konténer hajó, amely 400 méter hosszú, 61 méter az árbóc, illetve 78 méter a magassága. De hogyha megnézzük, hogy az átlagos ilyen terszállító hajó mekkora, ez a Q-max méretű hajó, ez 345 méter hosszú, 58 méter széles, és 35 méter magas. Most egyezünk meg abba, hogy olyan 50, 60, 70 méter, biztos nem 100 méter magas egy ilyen hajó. Legyen ez a 60 méter. De nézzük meg, hogy a számítás hogy fog alakulni, és akkor talán közelebb jutunk ahhoz, amit szeretnék itt demonstrálni. Ha ezt a képletet vesszük alapul, akkor behelyettesítgethetjük azokat az adatokat, amik nekünk megvannak, és megláthatjuk, hogy milyen magasnak kell lenni annak a hajónak, ahhoz, hogy 30 km-ről még éppen látják egymást, hogy pontosan akkor így a horizont fölött elnézve még látná ez a fényképezőgép annak az a legmagasabb pontját annak a hajónak. Ugye meg kell szorozni az S 0,28-al, majd ki kell vonni belőle a négyzetgyök H1-et, ami a 6 méter magasság, 6 méter, és aztán négyzetre kell azt emelni, hogy megkapjuk a H2-t. Ha ezt elvégezzük, ezt a műveletet, az ugye 30 szor 0,28, és akkor abból ki kell vonnunk a négyzetgyök 6-ot, az 5,95, majd ezt négyzetre emelve 35 km a távolság. Tehát 35 km távolságból még éppen látszódna, ennek a hajónak. Nézzük meg akkor ezt a számítást. 30 szorozva 0,28-al, 8,4, abból kivonjuk a négyzetgyök 6-ot, tehát 9 35 méter magasnak kellene lennie az árbócnak ahhoz, hogy látszódjon éppen ebből a távolságból a teteje ennek az árbócnak, ugye ez alapján, a számítás alapján, amit itt találtunk. Most ehhez képest itt majdnem az egész hajó látszik, 30 kilométer távolságból úgy, hogy tudjuk, hogy az átlagos ezeknek 35 méter magas átlagban egy ilyen hajó. Most persze lehet, hogy az a világ legnagyobb terszállító hajója éppen arra járt és ők azt fényképezték le, de az esélye csekély. 35 méter magas és akkor látszódna éppen az árbóca. Könnyedén ki tudjuk számolni azt is, hogy mi van akkor, hogyha 50 méter magas ez a térszállító hajó, amit lát, hiszen négyzetgyök 6, hoz hozzáadunk négyzetgyök 50-et, az 9,52, és azt kell osztani ezzel a 0,28-al, ami 34, tehát 34 km-ről látszana épp az árbóca, hogyha 50 méter magas lenne ez a hajó. Tehát 15 méterrel magasabb, mint az átlagos, ilyen tengeri teherszállító hajó. És 38 kilométerről látszódna, hogyha a legmagasabb teherszállító hajó lett volna ott, ami 70, akárhány méter, én 70-nel számoltam, a 35 km, 38 kilométerről látszódna. Úgyhogy ez csak egyszerűen nem lehet, amit ő állít itt a baloldali képen. De legyen elég egyelőre ennyi. Én nem akarom bizonygatni senkinek azt, hogy a föld lapos, csak azt szerettem volna bemutatni, amiket találtam ezzel kapcsolatban most így nagy hirtelen, hogy hát ha elgondolkozik ezen több ember, és akkor közelebb kerülhet az igazsághoz. Nem kell, hogy valaki azt mondja, hogy jó, oh, igen, igazad van, vagy nincs igazad. Csak pusztán gondolkodjon el mindenki ezeken az ismereteken, amiket itt látott, aztán értékelje a világot annak megfelelően. Nyilván Róma se egy nap alatt épült. I alakul az emberben egy világkép, és aztán ahogy tanul, fejlődik, új ismereteket gyűjt, az változhat, és szerintem az bölcs dolog, hogyha az ember felülvizsgálja a világképét, különösen akkor, hogyha túl sok ember egyetért azzal. Mert mindig, amikor az emberek egyetértenek, az gyanús és problematikus. Ugyanis az igazság az, az egy magas fánterem, nem olyan egyszerű azt megszerezni, mint ahogy a többség szerintem szeretné gondolni. Tehát ez volt a célja ennek a videónak, amennyiben hasznosak találjátok a munkánkat, támogassátok azt, és osszátok meg videóinkat, lájkoljátok a közösségi oldalakon, ami szintén nagy segítség. Köszönet, hála és dicsőség Abba huának, köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot, és halleluja!